A támogatási források több mint három negyedét a kis- és középvállalkozások kapják Magyarországon. Hangsúlyozta György László kormánybiztos kedden az m aktuális csatornán. Elmondta, Magyarországon a mikro-, kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottak kétharmadát, és a hazai hozzáadott érték felét állítják elő. A Makronóm intézet kutatása alapján a műsorban elhangzott, hogy három év alatt idén februárig az odaítél több mint 3600 milliárd forint beruházás ösztönző munkahelyvédelmi, munkahelyteremtő és kutatásfejlesztési támogatás 77%-át a mikro, kis és középvállalkozások, 23%-át a nagyvállalatok kapták. A kormánybiztos kiemelte a foglalkoztatáshoz és a hozzáadott értéktermelő képességükhöz mérten a KKV-k sokkal több támogatást kapnak Magyarországon, mint a múltik. Ez azt mutatja, hogy a KKV-k a legnagyobb nyertesei a magyar gazdaságpolitikának, tette hozzá. Az utóbbi időszak válságaira utalva a kormánybiztos szólt arról is, hogy a magyar gazdaságpolitika egyedülálló volt a világban, mert a vállalkozásokon keresztül támogatta a családokat. A beruházás ösztönző politikának köszönhetően a vállalkozásoknak most vannak kapacitásaik, piaci lehetőségeik, hiszen egyre több befektető új helyszín után néz. A multicégek új beszállítókat keresnek. Idén egész évben így télen is megmarad a rezsi támogatás, közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter Facebook videóban hétfőn. Hozzátette a rezsivédelem olyan rendszer, amelyel Magyarország azt tudja biztosítani az állampolgárainak, hogy itt a legolcsóbb a villany, meg a gáz az átlagfogyasztásig. Jövő télen a tárcavezető szerint biztosan lesz elég gáz, mivel enyhetél volt, magas maradt a tárolókban a földgáz szintje, miközben Magyarországnak kifejezetten nagy tárolókapacitása van. Az ellátást pedig a meglévő szerződések is biztosítják, mondta. Egész Európának és Magyarországnak szerencséje volt az enyhetéllel. Egy ország vezetése nem tehet egyértelmű tétet arra, hogy ez mindig így ismétlődik, fogalmazott, hozzátéve, ezért döntöttek a biztonsági készlet szintjének felemeléséről. Korábban az éves fogyasztás 10%-át tárolta az ország biztonsági készletként, ezt közel 2 milliárd köbméterre a fogyasztás 20%-ára emelték, miközben a fogyasztás is csökkent. A járműipar elektromos átállása és atomenergia beruházások nélkül mindössze illúzió marad, hogy mai formájában megőrizhetjük a bolygót utódaink számára, mivel ezek nélkül nem lehetséges a klímacélok elérése, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Abu Dhabiban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy energiaügyi konferencia panel beszélgetésén hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kiegyensúlyozott megközelítésre törekszik, ugyanis a versenyképesség növelésének és a környezetvédelmének kéz a kézben kell járnia. Soha nem politikai vagy ideológiai kérdésként tekintettünk a zöld megállapodásra vagy célkitűzésekre, hanem annak módjaként, hogy miként óvatjuk meg ezt a bolygót az utódaink számára, fogalmazott. Kiemelte, hogy a nemzetközi közösségnek politikai kommunikációs haszonszerzés helyett, pragmatikus és realisztikus stratégiákat kell kidolgoznia a valóság talaján állva, és le kell számolni azzal, hogy zöldnek lenni valami fajta politikai, ideológiai elkötelezettséget jelent a környezetvédelme helyett. Leszögezte, Magyarország egyike a világ azon kevesebb, mint 20 államának, amely képes volt arra az utóbbi évek során, hogy gazdasági teljesítménye növelésével párhuzamosan csökkentse káros anyag kibocsátását majd arról számolt be, hogy ezen stratégia részaként hazánk 2050-re klíma semlegessé válik. A nukleáris és napenergia kapacitás bővítésével már 2030-ra karbon semleges lesz, az áramtermelés 90%-a, ami jelenleg 65%. Tekintettel a tavalyi történelmi aszályra, a háború okozta nehéz gazdasági helyzetre, illetve az energia és az input anyagárak soha nem látott emelkedésére, a kormány úgy döntött, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet támogatva, az idén a termelők versenyképességének megőrzése érdekében az állami tulajdonú vízi létesítményeken keresztül díjmentesen biztosítja az öntöző vizet, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A démentesség kizárólag azokat a termelőket érinti, akik a mezőgazdasági művelés alatt álló területeiket felszíni vízből öntözik. Vízjogi üzemeltetési engedély bejelentés vagy rendkívüli öntözési célú vízhasználat keretében ismertették. Annak hozzáfűzte az évelején a vízügyi ágazat elkészítette az idei mezőgazdasági vízszolgáltatás költség- és díjkalkulációját. A magas energiaárak miatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás költségét több mint 10 milliárd forintra becsülték. A kalkuláció alapján a termelők által fizetendő vízszolgáltatási díjak is drasztikusan megemelkedtek. Néhol a tízszeresére nőttek. Nem viselte meg jelentősen a fagy az almaültetvényeket az elmúlt hetekben. Inkább a gyümölcsösöket fenyegető fertőzés veszély erősödött az esős idő miatt. Olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján hétfőn közzétett növényvédelmi összefoglalóban. Az alma virágzása bőséges, bár az csak később derül ki, károsította-e valamennyire a hideg a gyümölcs kezdeményeket. Az állandó nedvesség miatti fertőzés első tünetei mostanában jelennek meg a fákon, de mivel a virágzás is javában tart, a növényvédők kiuttatásakor különösen figyelni kell a méhekre. A rájuk mérsékelten veszélyes növényvédőket is csak korlátozottan lehet használni ilyenkor. Már az időjárás az elmúlt időszakban sokszor nem a számításoknak megfelelően alakult, az előrejelzéseket továbbra is értemes figyelni, mert nagyrészt ezektől függenek a növényvédelmi feladatok, tették hozzá. Az összefoglaló szerint a fertőződésnek valószínűleg továbbra is kedveznek majd a környezeti feltételek, mert az esős idő a következő napokban sem ér véget, ráadásul egyre melegebb lesz. A veszély más gyümölcsfákat is fenyeget. Az őszi barack a megy és a cseresznye számára ugyancsak kritikus időszaka mostani, írták. Az élelmiszerek drágulása miatt idén először tavasszal is szervez gyűjtő akciót a Magyar Élelmiszerbank Egyesület amely pénteken és szombaton az ország 115 településén várja a lakosság felajánlásait. Az Egyesület 200 Tesco és Aldi áruházban összesen 3000 önkéntes segítségével gyűjti majd a felajánlásokat, áll az Egyesület hétfői közleményében. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akcióban az adományokat az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkénteseinél lehet leadni a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat pénteken délutántól estig, szombaton egész nap fogadják az önkéntesek. A vásárlók adományait az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével jutatják el a nélkülözőkhöz. A felajánlóktól elsősorban száraz tésztákat, szószokat, ríst, konzerveket, tartós tejet, bébi ételeket és a közelgő gyermeknap miatt kekszeket vagy egyéb kevésbé olvadós édességeket is várnak. Befejeződött Esztergomban a belváros integrált és fenntartható felújítása közel 800 millió forintos beruházással, között a város polgármestere az MT-vel. Hernádi Ádám tájékoztatása szerint a munkálatok során közösségi szolgáltató központot alakítottak ki egy leromlott állapotú épületből. Zöld parkolót építettek a Prímás szigeten, valamint rendbehozták a Kis Duna partján lévő fasorokat. A projekt 580 millió forint Európai Uniós támogatással és 181 millió forintos saját forrás bevonásával valósult meg. A kapcsolatok házában három egymás melletti épületében közösségi tereket, foglalkoztatókat, előadó, illetve rendezvénytermeket, irodákat és kávézót alakítottak ki. A városlakók által közkedvelt gesztenye és platán fasorban ápoló végeztek közel 100 fa kivágását kellett elrendelni balesetveszélyes állapotuk miatt, azonban ezek pótlása a közeljövőben megtörténik. Az Esztergomi Prímás szigeten egy közel 120 férőhelyes parkolót építettek, melyet ingyenesen lehet igénybe venni. A létesítményben 6 elektromos töltőállomást telepítettek és buszok fogadására is alkalmassá tették a helyet. A beruházás során megvalósult a Széchenyi tér és kis Duna sétány gyalogos kapcsolatának kialakítása. Ez segíti a főtér újjáéledését, ismertette a polgármester. Négy újabb érték felvételéről döntött egyhangulag a Popovics György elnökölte Vármegyei Értéktárbizottság a múlt héten. Szűkebb hazánk kincseinek száma ezzel 207-re emelkedett. Esztergom és Anna Völgy egy-egy értékjavaslatát, valamint két rédei büszkeséget emelt értéktári rangra a vármegyei bizottság. Az ülésen tájékoztatót is megismertek a nemrégiben lezajlott vármegyei értéktári vetélkedéről. Az Esztergomi Balasabálint vegyeskar 1948-ban alakult, és a mai napig fontos szerepet tölt be Esztergom város kulturális életében. Az Annavölgyi téli túlélő túra ötlete még a 90-es évekre nyúlik vissza. Bánhidi József Annavölgy polgármestere családi programként indította útjára. A rédei Eszterházi Kastélypark és 24 fenyő tanösvény réde büszkesége, amely akár egésznapos programokat kínál látogatásakor. Ugyancsak Rédén található a Lesajja-Majori épület együttes, a cuha és a hajmás patak összefolyásánál rendkívül szép természeti környezetben. A majorból közelről látszódnak az öreg bakony hegyei. Az Országos Jótékonysági Vadászat közhasznú nonprofit Kft. imád negyedik alkalommal szervezett Országos Jótékonysági Vadászatot Magyarország valamennyi vármegyéjében. A rendezvény célja, hogy a magyar vadásztársadalom összefogásával hiánypótló orvosi eszközök kerüljenek a kijelölt kórházak gyermekosztályaira. A résztvevőknek köszönhetően országosan 46,5 millió forint gyűlt össze, ebből 23 kórháznak sikerült összesen 114 orvosi eszközt beszerezni. A kezdeményezés 2019-es indulása óta 4,3 millió forint érkezett a Tataványai Szent Borbála Kórház gyermekosztályára, és 6 darab eszközt kapott az intézmény. Az idei adomány értéke 1,4 millió forint, melyből egy betegőrző monitort és egy kiegészítő eszközt, a túlsúlyos gyermekek számára alkalmas vérnyomásmérő manzsettát sikerült beszerezni. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A Magyar Sport napján, május 6-án este rendezték a hagyományos sportünnepet a Komáromi Monostori erődben, a Klapka arénában. A város vezetése a jó tanuló, jó sportoló diákjait, az év junior női és férfi sportolóját, az év edzőjét, az év csapatát, női és férfi csapatsportolóját, az év női és férfi sportolóját, az év testnevelőjét köszöntötte. Az ünnepig állánották át a Komáromváros sportjáért díjat is. Az elismerések átadása között látványos produkciók színesítették a programot. A Dunalmási Nyugdíjas Klub tagjaiból álló Vadvirág Dalkör május 13-án ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A jubileumi alkalmat a Dunalmási Csokonai Művelődési Házban délután három órakor kezdődő ünnepi műsorral teszik emlékezetessé. A szombati eseményen fellép még a Duna Népdalkör és a napra Napraforgók Citera együttes, a Nagy Sápi Népdalkör, valamint a Pat Piros Tulipán Népdalkör. A rendezvényre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Csütörtökön délnyugaton több lesz a felhő, ott eső zápor is lehet, máshol száraz napos időre készülhetünk, élénk lesz a keleti szél, a maximum hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Pénteken délnyugaton folytatódik a felhős idő időszakos csapadékkal, míg máshol a napsütés mellett számottevő csapadék nem várható. Élénk lökések kísérik a keleti szelet, délnyugaton 13-16, máshol 17-22 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Szombaton délnyugaton marad a felhős idő, csapadék is lehet, máshol több napsütésre van kilátás. Éénk lesz a délkeleti szél, 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap országszerte megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső zápor, élénk észak-keleti szél mellett 15-20 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. A jövő hét elején is marad a záporos idő 16 és 21 fokos csúcsokkal.